Rövid híreinkkel megyünk tovább itt az M1-en. Vérfrissítésre van szükség az Európai Parlamentben, erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök azt mondta, látja a képviselőkön a ciklus végi fáradtság jeleit, de a jövő épi EP választás után lesznek új képviselők, és ahogy fogalmazott a kormányfő, javulni fog a demokrácia minősége. Orbán Viktor hangsúlyozta, a mi demokráciánk az egy harcosabb formája a közéletnek, mint amit Nyugat-Európában megtapasztaltunk. Mi nem tűrjük el, hogy Magyarország tekintélyét és becsületét rombolják és megtámadják. Magyar nemzetgazdaság. Minden alkalommal védekezünk és visszatámadunk, nem tűrjük el, hogy Magyarországnak a tekintélyét, a becsületét rombolják és megtámadják következmények nélkül. Aki megtámadja Magyarországot, aki belénk harap, annak erős fogsorral kell rendelkeznie, mert nem fogjuk ezt tűrni. Tehát mi mindig visszatámadunk. Semmilyen pénzügyi veszteség nem érte a fővárost a budapesti elektronikus jegyrendszer projektjének felmondott szerződése miatt, erősítette meg a főpolgármester az M1-en. Tarlós István hangsúlyozta, csak olyan számlákat fizettek ki, amelyek mögött teljesítés is van. Hozzátette, a projekt nem áll le, a rendszer kiépítése 2-3 éven belül befejeződik. Ez a projekt nem dőlt be, nem tudjuk az ellenzéknek ezt a kívánságát teljesíteni, hogy arról tájékoztassuk a budapestieket, hogy a projekt bedőlt. A BKK kétségtelenül csak olyan számlákat fizetett ki, amik mögött szerződéses teljesítés van, és valószínűleg el fogjuk venni ezt a projektet most a BKK-tól. Ma választják meg Angela Merkel pártelnök utódját a német CDU kongresszusán. Angela Merkel október végén jelentette be, hogy nem pályázza meg ismét a CDU elnöki tisztségét, 18 év után befejezi pártvezetői munkáját, és legkésőbb a ciklus végén 2021 őszén visszavonul a politikai életből. Elemzők szerint nem várható jelentős irányváltás a párt politikájában az elnökválasztás után sem. A középdöntővel folytatódik a Fölszállott a páva ma este. 12 produkció lép majd színpadra, közülük 5 versenyző juthat tovább a fináléba. Ahogy az előző hetekben, úgy most is a közönség választhatja ki a 4 kategória győztest. A zsűri viszont már csak egy versenyzőnek adhat lehetőséget, hogy ott legyen a legjobbak között. A Fölszállott a páva első középdöntője ma este 7:30-tól kezdődik a Dunán. Most jönnek a két középdöntő, egy szabadkártyával rendelkezünk. Nagy viták voltak, de nem befolyásoljuk a döntést, mert a közönség fog szavazni, és igazából mi orientáljuk a nézőket, kicsit a hátteret meséljük el. Ezek voltak most a rövid hírek, még több hírt találhatnak majd a híradó, még több hírt láthatnak és hallhatnak majd délben az M1-en. Addig is böngészszék a híradó.hu oldalt. Most folytatódik a ma délelőtt, tartsanak velünk!